Köszöntöm nézőinket, ez már az aktuális. Még 2014-ben Békés Csaba önkormányzata útjára indított egy kezdeményezést, mégpedig Munkácsy Mihály festőművész 170. évfordulója alkalmából. Ennek az volt a lényege, hogy minden évben Munkácsy tortát kell elkészíteni, és ez a nyertes finomság után a tovább öregbítheti a város hírnevét, a festőművész, és természetesen annak a cukrásznak a hírnevét, aki elkészíti a nyertes finomságot. Ugye itt nagyon komoly dolgoknak kellett, kritériumoknak megfelelni Szendrei Edittet. Köszöntöm a stúdióban, aki cukrász. Üdvözlöm a nézőket. Igen, a pályázat tartalmazta azokat a kritériumokat, aminek meg kellett felelni. A süteménynek esztétikusnak, harmonikus ízvilágúnak kellett lennie, amely illeszkedik Munkácsy festészetéhez. Mi ezt az ízekkel próbáltuk meg létrehozni. Egy olyan tortát készítettem, ami nagyon harmonikus lett, mégis különleges ízeket tartalmaz. Tudjuk egyébként azt is, hogy Munkácsynak mik lehettek a kedvencei? Tehát itt egy mandula extráról van szó, egy ilyen fantázia nevű tortáról. Erre is kell építeni ilyenkor? Az első tortaversenyen a győztes cukrászat Munkácsynak a kedvenc gyümölcsét és a kedvenc süteményét, az almát és a kalácsot használta. Én már nem ezeket illesztettem a süteménybe. Hogyan lehet egyébként, mondjuk úgy, hogy a festészetet, a művészetet ilyen különleges édességgel megtámogatni? Tehát hogyan lehet ezt megfogni, hogyan lehet érzékeltetni a nagy közönséggel? Tanulmányoztam az önéletrajzát már a tavalyi verseny előtt is, és bennem olyan érzések voltak, hogy egy ilyen nagyon mandulás, barnás színvilágú sütemény az, ami illene ide. Igen, itt ez volt a lényeg, ugye? Tehát magukra a festményekre hagyatkozott, mondjuk úgy, hogy az egész csapat, saját találmány volt, abszolút saját ötlet, vagy volt még kreatív segítség mellé? Én találtam ki a süteményt, de tartottunk kóstolót, és sok ember megkóstolta, és kérdeztük a véleményeket, hogy ízlik-e nekik. És valószínű, hogy ízlet. Hogyan néz ki egyébként maga a torta, és hogyan készült el? Tehát van-e valamilyen különlegesség az elkészítési módnak, és magának ennek a csodálatos Munkácsy tortának? A tésztarétegek, azok francia mandula piskóták, amiből van benne egy csokoládés és egy sima, úgynevezett sima mandula piskóta. A két tésztaréteg között mandulás datolja krém van, ez az igazi különlegessége szerintem a süteménynek, és mandulás és narancsos francia vajkrémmel díszítettem. Igen, és egyébként ugye azt már érintettük, hogy itt komoly pályázati kiírás volt, és ennek kellett megfelelni. A szakértő zsűri kikből és hogyan állt össze? Többek között a zsűri tagja volt Lipcsei László cukrászmester, akit én nagyon sokra tartok. Nekem ő volt a tanárom annak idején. Különböző intézmények szolgáltatták, vagy küldtek zsűri tagokat, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Jókai Színház. Maga a múzeum is egy fővel képviseltette magát. Úgy vettem észre, hogy kritikusak voltak a zsűri tagok. Abszolút kritikusak voltak. Igen, de ez nem baj. Tehát mindent néztek. Itt nem csak az íz, hanem a teljes összhatása, mondjuk úgy idézőjelben ráment akkor a zsűri. Igen, és én ennek mindig nagyon örülök. Hiszen nem csak a vásárlóinknak kell megfelelni, hanem akár egy olyan zsűri csoportnak, akik már többször értékeltek süteményeket itt Békés Csabán. Igen, és utána mi fog történni magával a Munkácsy tortával? Ugye az első, hát mondjuk úgy, hogy nagyon komoly bemutatkozása, népszerűsítése, az ugye államalapító Szent István ünnepén augusztus 20-án lesz.
akkor mi fogja várni a nagy közönséget? Itt egy nagyon komoly torta már eléjük kerül, hogyha jól tudom. Így van, ezer szelet süteményt fogunk kiosztani a Városháza elé látogatóknak. Amit még én szeretnék külön megjegyezni, hogy a torta glutén és laktózmentes, tehát az ernyőérzékenyek is nyugodtan sorban állhatnak, és ugyanúgy, mint a többi vendég, élvezhetik a kóstolót. Mit hozhat egyébként magának a cukrászdának ez a munkácsi torta, ennek a címnek az elnyerése, már mondhatjuk, hogy közeljövőben? Hát jó kérdés. Mivel még ilyenben nem volt részünk, ezért csak sejtéseink vannak, hogy ez mivel jár. Na, de hát ez is ki fog derülni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. A Munkácsy Mihály Múzeum honfoglaló termébe kapott meghívást az idei pályázatra jelentkező két cukrász. A versenyzők műalkotásainak ebben az évben is számos kritériumnak kellett megfelelnie ahhoz, hogy az ő édességük nyerje el a címet. Tulajdonképpen a zsűri pontosan ugyanúgy értékelte, hogy egy vendég találkozik a termékkel. Azaz a külső megjelenést, ugye, ez szerint választunk először, majd aztán elkezdtük boncolgatni az ízhatást, az állagát a terméknek, az összetételét, hogy milyen anyagokat használtak fel benne, és hát a végére pedig egy ilyen összbenyomás, hogy összességében, hogy értékeltük a terméket. Az idei esztendőben Uhjár Krisztina egy több rétegű, vaníliás csokoládés, valamint karamell narancskrémes finomsággal készült, míg Szendrei Edit egy diétás mandulás tortával nevezett. A zsűri a cukrászok bemutatkozását követően megkóstolta az édességeket, pontozott, majd egy rövid tanácskozás után döntést hozott. A 2017-es év munkácsi tortája Szendrei Edit terméke. Az idei győztes két éve foglalkozik Békés Csabán diétás sütemények készítésével, az idei évtől pedig már a saját üzemét vezeti. Szendrei Edit egyik személyes kedvence a mandula, ezért esett erre a választása. Azon kívül, hogy mindenki számára élvezhető legyen a sütemény, én mindig figyelek arra, hogy a termékeim gluténmentesek legyenek, valamint ez a sütemény laktózmentes is. A kezdeményezést 2014-ben indította el Békés Csaba önkormányzata, Munkácsy Mihály születésének 170. évfordulójának tiszteletére. A Munkácsy torta amellett, hogy viszi a város és a festőművész hírnevét, a helyi kézműveseknek is nagy lehetőséget jelent a kitörésre. Egy plusz lehetőséget tudunk neki biztosítani. Az összes olyan rendezvényen, ahol a város bármilyen protokollális megjelenése van, ott természetesen a Munkácsy tortával jelenünk meg, és ezáltal próbálunk egy kicsit, ha fogalmazhatok, így visszaadni a vállalkozónak is. A Munkácsy torta cím egyben azzal is jár, hogy egy 1000 szeletes tortát kell készítenie az alkotónak az államalapítási ünnepre, amelyet augusztus 20-án kóstolhat meg a nagy közönség. És akkor a vendégem Pintér Vince tulajdonos. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye, hogyha jól tudom, maga a cukrászda az nem egy ilyen nagy hagyományra, vagy hosszú múltra tekint vissza. Üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, a cukrászdát igazából nem egy cukrászda, ez egy cukrászműhely. Ezt 2017-ben indítottuk el, de a felkészülés magára a nyitásra egy két éves folyamat volt, ahol különböző cukrász üzemekben és cukrászatokban az előbb látott cukrászhölgy kikísérletezte a recepteket. Az összes recept a saját, és ezt vittük tovább, és ebből nyitottunk egy új üzemet. Csak gluténmentes termékeket árulunk, és a legtöbbje laktózmentes is. Valamint, hogyha valamilyen egyedi problémája van a sütizni vágyónak, akkor azt elkészítjük egyedi recept alapján is. Tehát mondjuk úgy, hogy abszolút kreativitás, abszolút. És nincsen külön mankó, saját ötletek, tehát tényleg minden saját. Hogyan lehet egyébként ebben a... Ez szintén, hát mondjuk úgy, hogy egy nehéz szegmens, a
piaci rések azért még biztosan vannak, de nagyon sokan vannak, ugye cukrászok, cukrászmesterek, még önökön kívül mennyire lehet megállni a helyünket, mondjuk úgy, hogy ebben a szakmában? Mindig kell valami újat kitalálni, valami újjal előjönni? Mindig kell valami újat kitalálni, általában, tehát úgy, hogy havonta 2-3 új süteményt készítünk. A legutóbbi, ami nyert, az abból 3 különböző verzió volt, és ezt egy nyílt nap keretében megmutattuk a vásárlóinknak, és ők szavaztak rá, hogy melyik ízlik legjobban, tehát tulajdonképpen már megfuttattuk előtte, mielőtt a zsűri elé került. Nem is teljesen így nézett ki, nem volt ez a kavics a tetején például. Volt egy olyan változat, ami függőleges elrendezési volt, és pisztáciás. Tehát mindig vannak újdonságok is. Ezeket később beletesszük a repertoárba, csak nem neveztünk velük. Honnan jönnek egyébként ezek az ötletek? És főleg így, hogy folyamatosan kell valami újat mutatni, hát azért én nem hiszem, hogy annyira egyszerű a dolog. Kell hozzá nagyfokú kreativitás, anyagokat kell ismerni, hogy hogyan viselkednek, hogy mit lehet, mivel összegyúrni, hogy ez valami megmaradjon fizikailag, és finom is legyen, meg megfeleljen a vevőnek. Tehát például azt mondja, hogy nem kér bele tojást, mert ő allergiás rá, akkor olyan süteményt fog kapni, amiben nincsen tojás. A mentes finomságok cukrászműhelynek egyébként van egy ilyen sajátos arculata, amellett ugye, hogy mentes finomságokkal foglalkozik, de ami tényleg egy olyan kialakult kép, vagy akár a motivumrendszer, vagy díszítésben, vagy bármiben megjelenik. Próbáltunk a dizájnt egy modern megjelenésre kialakítani. Ez most nagyjából úgy néz ki, hogy fekete tábla krétával felírva, és ehhez hasonló, mint ahogy egy sörözőben van, vagy tehát, és ezt a képet láttuk budapesti, vagy európai olyan cukrászatokban, vagy a Facebookon, olyan oldalakon, ahol süteményeket gyártottak, ahol gondolom, ehhez egyébként nagyon komoly géppark kell, és minden más, meg humán erőforrás is. Vagy pedig, hogyha túl kevesen vannak, akkor nem sokat alszanak. Hogyan áll össze a képlet egyébként, és ennyi idő alatt, néhány év alatt, tényleg még csak mondjuk úgy egy kezdődő vállalkozás vállalat, milyen eredményeket sikerült elérni? Ez is már nagyon komoly, hogy Munkácsi torta lett az idei év, mondjuk úgy legjobb tortája. Nagy kihívás volt, hogy jól megfeleljünk a Munkácsi torta kiírásának. Visszajöttünk tavaly másodikok lettünk, idén meg kellett mutatni, hogy nem vagyunk másodikok. Tehát ezt a mostani második helyzetnek is tudom ajánlani, hogy vissza kell jönni, és egy profi megjelenéssel kell ezt előadni, és mert a vendéglátásban is, és az embereket le kell hengerelni egy kicsit, hogy ők azt most megkóstolják, vagy egyáltalán megrendeljék. Elég az alapanyagok miatt elég drágák ezek a termékek, tehát ez profinak kell kinéznie. Van fejlődés egyébként a cég életében? Tehát sokan vannak, vagy egyre többen próbálkoznak ezekkel a mentes finomságokkal, jönnek, vásárolnak és fogyasztanak? Ez egy családi vállalkozás. Erősen őrizni kell a recepteket is, tehát meggondoljuk, hogy milyen alkalmazottakat fogunk felvenni. Nem bizalmatlanság, hanem ez egy nagyon pici piaci rés, és szeretnénk ezt családon belül tartani. Próbálkoznak, jönnek a vásárlók, elmondják, hogy nekik ez a problémájuk, ők ebből a lisztből, ebből a vajból szoktak készíteni, és kiderülnek néha, hogy a technikai dolgok, hogy most miért nem sikerült
Nyilván a receptet nem fogjuk elmondani nekik, de hogyha szükségük van rá, akkor ebben is segítünk. Már kérdeztem ugye előbb a cukrászunktól, hogy mit hozhat magának a cégnek, magának a vállalkozás az, hogy Munkácsi torta is egy éven keresztül azért a saját hírnevet is lehet továbbvinni. Tehát vannak-e már esetleg ilyen gondolatok, vagy tervek, vagy az, hogy ténylegesen mit hozhat? Tehát tudjuk-e már, látjuk-e előre esetleg? Mi egy lehetőséget kaptunk a bemutatkozásra tulajdonképpen a várostól. Egy olyan körbe kerültünk, így harmadik nyertesként, akik elég nagy nevű cukrászok. Amit szeretnénk adni, az tulajdonképpen egy nagyon finom sütemény, olyan anyagokból, amiket nem, amikkel nagyon ritkán találkozik a vásárló. Tehát egy datoja pasztát, azt szerintem maximum egy lakodalomban, de még ott sem találkozik vele. Lehet, hogyha Budapesten jár, vagy valamilyen szegedi cukrászdában, ott találkozni fog vele. Tehát mi egy kis ismertséget szeretnénk, és cserébe adunk egy nagyon finom ízélményt a városnak. Akár egyébként még az is elképzelhető, hogy emiatt tovább kell fejleszteni a céget? Bárhogyan. Humán erőforrás, technikai eszközök, stb. Mert azért nagyon sok helyre el fog kerülni ez a Munkácsi torta. A következő egy év alatt ezt tudjuk. Természetesen szeretnénk mindenképpen fejleszteni. Ezt az évet lezártnak kell tekinteni, és akkor a jövő évben tudunk olyan pénzügyi erőforrásokat is igénybe venni, amik ezt segítik. Mindenképpen szeretnénk. A probléma az, hogy ez a műhely, vagy ha cukrászdát nyitunk, gluténmentes. És ahhoz, hogy hagyományos süteményeket is süssünk, az tulajdonképpen még egy cukrászatot kell csinálni, mert hogy összekeverednek a dolgok, és az nem felel meg az érzékeny embereknek. Hát köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a jövőben. Köszönjük. Az idei év Munkácsi tortájáról beszélgettünk, amit a nagy közönség majd államalapító Szent István ünnepén augusztus 20-án kóstolhat meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!